Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. A szolnoki vereség után a Falkót fogadja a Marsó Nyíregyháza. Esős meccsen 2-2-t játszott a Dunai Városi a Kisvárda. Nyírvátor adott otthont a Sport legyen a tiéd rendezvényének. Országos bajnokok is versenyeznek az NPL színeiben. Megszerezték a becsületpontot a Szeged ellen a nyíregyházi tekézők. 10 forduló után is 100%-os a balkányi futballcsapat. Veresége szenvedett Szolnokon a Marsó Nyíregyháza. A férfi kosárlabda bajnokság 4. fordulójában a bajnoki címvédő 95-53-ra verte Sitkujernő együttesét. A Szolnok elleni meccselőt arról beszéltél, hogy noha egyértelmű esélyese a hazai csapat a mesnek, azért vannak olyan elvárásai saját csapatoddal szemben, amilyet szeretnél viszont látni a pályán. Mit láttál ezekből viszont? Ez sajnos nem valósult meg. A Szolnok valóban jó csapat, jól szerepelnek a bajnokságban, illetve a nemzetközi kupában is, nagyon komoly eredményeket érnek most már el, és bízom benne, hogy ez a továbbiakban is így lesz, hiszen mindenképpen szükséges, hogy a magyar kosárlabdázásnak legyen egy zászlós hajója a klub szinten is. De visszatérve a mi mérkőzésünkre, azért nem valósult meg, mert szerettem volna, hogyha kevés eséllyel is lépünk pályára, akkor is büszkén kapjunk ki esetleg, hogyha ez így alakul. Ez sajnos nem így sikerült. A játékosok nagy része túlságosan tisztelte az ellenfelet, és nagyon-nagyon féltünk ettől a mérkőzéstől, és ez sajnos már az első pillanatban látszódott, és néhány perc után azt lehet mondani, hogy eldőlt a találkozó sorsának a végkimenetele. Viszont, ahogyan az előbb is említettem, nem mindegy, hogyan kapunk ki. Lehet küzdeni, meg lehet mutatni, hogy azért nem adjuk olcsón a bőrünket, és egy kicsit nagyobb ellenállásra kényszeríteni a Szolnokot. Sajnos úgy vettem észre, hogy a Szolnoknak nem kellett megizzadnia ezért a győzelemért. Te minden bizonnyal játszottál nagyon sok olyan meccset, vagy ha nem is csak, hát jó néhányat, ahol láttad, hogy az ellenfél úgy lép pályára, gyakorlatilag egy másodpercig sem bízik a győzelemben. Mit érez ilyenkor az esélyes csapat játékosa? Akkor is meg kell nyerni a mérkőzést, és mindenképpen végre kell hajtani akkor is a csapatutasításokat, hiszen egy hierarchikus lendnek ki kell alakulni egy csapatnál. Hogyha ez a hierarchikus lend megborul, még akkor is, ha egy könnyebb ellenfél ellen játszanak, akkor a csapatnak nincsen megfelelő egysége. Éppen ezért ezt a mérkőzésen le kell játszani, és szépen akkor is, akkor tiszteljük legjobban az ellenfelet, ha annyival verjük meg, amennyivel tudjuk. Játszottam olyan mérkőzésen, ugye, ahol az abszolút esélyes csapat kötelékeibe tartoztam, de olyanban is, amikor nem tartoztunk az esélyesek közé. Ugye, ha példát kellene mondanom, néhány évvel ezelőtt, 20 évvel ezelőtt mondjuk a magyar válogatottat simán verték Spanyolországban 30-40 akárhány ponttal. Majd jött az időszak, az a csapat, amelyik utána kijutott az Európa-bajnokságra, elkezdtünk koncentráltan, fegyelmezetten játszani, és szoros mérkőzéseket játszottunk, sőt ugye az orosz válogatottat meg is vertük. De olyan válogatottak ellen, akik nagy nevű válogatottak, akár a litván, akár a spanyol, vagy akár a francia válogatottat is említhetem. Tehát a lényeg, hogy meg kell tanulnunk ezt a koncentrált játékot, együtt játszani és kontrollálni végig a találkozót. Ezt sajnos még mindig nem tudjuk. Ehhez önbizalom kell, ehhez el kell hinni, hogy meg tudunk csinálni dolgokat, és igényesnek kell lenni önmagunkkal szemben. Egy 42 pontos vereség a Szolnok ellen, ha csak a számszerűséget nézzük, még akár bele is férhet, hiszen negyedenként 10 pontról van szó, viszont az a vereség, ahogy kikaptatok, mennyit rombolt le azon az eredményen, amit az első három fordulóba felépítettetek? Az eredményen igazából semmit, amin rombolhat, az a játékosoknak az önbizalma. Szeretném megmutatni nekik, és örülnék neki, hogyha nem követnénk el azt a hibát. Pakson játszottam, amikor a Liatovas-Vitástól egy nemzetközi kupa mérkőzésen ugyanígy 42-vel kaptunk ki, és úgy éreztük, hogy nincs helyünk abban a bizonyos ligában, amiben akkor indultunk, ez az Észak-Európai Bajnokok Ligája volt. Majd jöttek a mérkőzések, és rájöttünk, hogy a Liatovas-Vitás volt túl erős, és éppen ezért nekünk azokat a mérkőzéseket kell megnyerni, akik ellen reális esélyünk van. Ezt most látniuk kell a mi játékosainknak is, és jön egy következő mérkőzés, ahol nekünk meg kell mutatni, hogy egy kisiklás volt, és tudunk ennél sokkal jobban játszani, és a hétnek az lesz a feladata, hogy ennek meg tudjunk felelni, és megfelelőképpen fel tudjunk készülni.
beszéljünk egy picit a Szombathelyről. Régi válogatottbeli csapattársad Kálmán László az edzője a Szombathelynek. Ott is voltak még minden csapatnál változások a nyáron. Érdekes, mert két arcát mutatja a Szombathely. Az előző mérkőzésen 81-61-re verték a Paks együttesét, és a 61 pont az nagyon furcsa egy szombathelyi csapattól. Ők általában támadni szoktak, és a védekezésre nem fordítanak akkora figyelmet vagy koncentrációt. Most viszont ugye a Paksnak 61 pontot engedélyeztek, ez egy picit furcsa Lacikától. Ő ugye nyílt sisakos kosárlabdát játszott játékos korában is, és edző korában is. Ez azt eredményezte, hogy általában 110-100-ra nyert a Falkó mondjuk hazai pályán. Nagyon bízom benne, hogy ezt ellenünk majd nem fogja tudni megmutatni, és hazai pályán mi bátran játszva, önbizalommal játszva meg tudjuk venni majd a Szombathely együttesét. Ez egy nagyon nehéz mérkőzés lesz. A Szombathely jó csapat, ugye az, ahogyan az előbb említettem, legyőzte azt a Paksot, amelyik egy fordulóval ezelőtt a Szolnokot győzte le hazai pályán. Egy kemény mérkőzést fogunk vívni, de mindenképpen meg szeretném nyerni. Hazai pályán nem lehet más az elvárásunk, csak az, hogy nyerjünk. Döntetlent játszott a Kisvárda Masztergud a labdarúgó NB2 tizedik fordulójában. Sós Imre együttes a Dunói Város fogadta, és az esőzés miatt futballra gyakorlatilag alkalmatlan pályán 2-2-t játszott ellenfelével. Mit tett egy edző, akinek olyan csapata van, amelyik játssza a futballt, és egy olyan pályára kell kiküldeni a játékosokat, amelyeken gyakorlatilag nem gurul a labda? Hát ez egy rendkívül jó kérdés. Nyilván ki kellett volna emelni a labdát többször felívelgetni, csak sajnos az nem a mi játékunk, hiába kiabáltuk onnan az oldalvonal mellő, hogy rúgjuk fel a labdát, a játékosokban ösztönszerűen nem ez a mozdulat van, meg nem ez a mozgás van. Próbáltunk játszani, lehet, hogyha ez a pálya jó talajú, akkor ezt a mérkőzést mi megnyerjük itthon, ebben biztos vagyok. Hamar hátrányba került a csapat, aztán alig, hogy egyenlítettek, rögtön jött a második Dunai Városi gól. Mennyire törje ez ilyenkor meg a játékosokat? Hát nyilván megtörő a rendületet, főleg úgy, hogy én úgy gondolom, hogy az első fél időben jobban játszott a csapat, mint a második fél időben. Az első fél időben egyértelműen miénk volt a mérkőzés mindenféle tekintetben. Sajnos két olyan óriási egyéni hibát követtünk el, amelyből gólt tudtunk kapni, amit nagyon nehéz még egyáltalán elkerülni is. Örültünk annak, hogy a csapatnak sikerült akkor ott egyenlíteni. Tényleg nagyon gyorsan jött a második találat, de hát mindenféleképpen ki akartunk egyenlíteni, vagy meg akartuk fordítani ezt a mérkőzést. A körülményeket tekintve talán nem tudás azt mondani, hogy egy kifejezetten jó iramú színvonalában, ha a labda nem akadt meg a túlságban vagy a sárban, jó meccsről van szó. Hát én inkább azt mondom, hogy küzdelmes mérkőzés volt. Lehet, hogy tényleg egy jó iramú mérkőzés lehetett volna, hogyha a pálya ezt engedi, de éppen elmondtam itt az előbb bent, hogy a mérkőzés után, amikor bementem a játékvezetőkhöz, akkor olyan állapot volt a pályához, ez futballra alkalmatlan volt. A mi játék stílusunkhoz ez egyáltalán nem illett. Örülök annak, hogyha szerencsével is, de tudtunk pontot menteni. A következő fordulóban Vászra utazik a csapat, egy olyan együttes ez, amely a hátsó-alsó régióban foglal helyet. Papírforma akár 3 pontot is ígérhet. Milyen ellenfélre, milyen meccsre számítanak? Hát rendkívül nehézre, itt nincs papírforma. Én úgy gondolom, hogy a táblázat bármit mutat. Itt minden héten élethalál mérkőzések vannak, teljesen kiegyenlített a másodosztálynak a bajnoksága. Én úgy gondolom, hogy nüanszok döntenek, esetlegesen egy-egy tévesebb játékvezetői ítélet. Nagyon nehéz mérkőzést nyerni, úgyhogy ott sem lesz egy könnyű meccs, egy sétagalap mérkőzés, de természetesen úgy megyünk, hogy szeretnénk nyerni. Mennyire elégedett az egy pont annak tükrében, hogy 4-5 perc hiányzott ahhoz, hogy elvigyék Kisvárdáról a 3 pontot? Hát ha előre odaadják az 1 pontot, azt hiszem, hogy itt elfogadtuk volna. A mérkőzés összképe alapján megint azt lehet mondani, hogy igazságos eredmény született. Hát ez fáj egy kicsit, hogy nem bírtuk ki már azt a 4-5 percet, ami hátra volt a mérkőzésből, de én úgy érzem, hogy a hazai csapat maximálisan rászolgált arra, hogy kiegyenlítsen. Talán nem túlzás azt mondani, hogy irreálisak voltak a körülmények. A Dunai Város a saját játékához képest mennyit tud játszani ezen a talajon? Hát igazából szinte semmit, mert mi se az a csapat vagyunk, hogy rúgdaljuk előre a labdát, ezen a pályán viszont nagyon nehéz volt építkezni, mivel nagyon agresszívan játszott az ellenfél. Ehhez alkalmazkodtak a játékosok, én mondom, itt a vége hibázott egy kicsit. Mi a célja a bajnokságban a Dunai Városnak? Ugye tavaly még évvonalban szereplő csapatról van szó. Hát az elsődleges cél, hogy legyünk egy masszív NB2-es csapat, mivel szinte teljesen újjá kellett építeni a tavalyi csapatot. Ráadásul építgetjük a fiatalokat is a csapatba.
Én úgy érzem, hogy jó úton haladunk, az utolsó 6 mérkőzésből 3-at meg tudtunk nyerni, 2 döntetlen, 1 vereség volt. Nagyon bizakodók vagyunk, mert azt lehet látni, hogy szépen összeálltunk itt a bajnokság közepére. Ha az első 5-6 környékén tudunk fordulni, akkor azt hiszem, hogy elégedettek lehetünk. Több száz gyerek próbálhatta ki magát 3 sportágban, a Sport legyen a tiéd nyírbátori rendezvényén. A sorozat célja az, hogy a fiatalok megismerkedjenek a lakóhelyükön űző sportágakkal. Sport legyen a tiéd programsorozatot az Emberi Erőforrások Minisztériumának sportért felelős államtitkása indította útjára. 2 célja van a programnak. Egyrészt, hogy a gyerekek megszeressék a sportot, minél többen menjenek el sportolni. A másik pedig, és talán lehet, hogy ez a fontosabb, zárójelbe, nagyértékű sporteszközcsomagok fognak kihelyezésre kerülni az iskolákba. Országosan majd 1200 iskola fog kapni nagyértékű sporteszközcsomagokat, ezzel is támogatva az iskolai sportszereknek a fejlesztését, fejlődését. Hol tart eddig a programsorozat? A programsorozat fogalmazunk úgy, hogy a közepén járunk, 3 pillért kell megkülönböztetni. Az első pillér volt a nagymegyei események, ahol nagy városi sportcsarnokokban 15-20 sportág képviselői voltak jelen, és mutatták be az adott sportág rejtelmeit a gyerekeknek. Ezeken az eseményeken 800 ezer gyerek jelent meg, nagyon élvezték ezeket az eseményeket, véleményünk szerint sikeres volt ez a pillér. A második pillér, ahol most is vagyunk, ezek az iskolai sportági bemutató események, ebből 230 darab lesz országos szinten, szeretnénk minden tankerületbe egy-egy ilyen eseményt megszervezni. A harmadik pillér pedig a már említett sporteszköz kihelyezést tartalmazza, ezek az eszközök ütemezetten érkeznek meg az iskolákhoz, majd 1200 iskola fog ilyen nagyértékű sporteszközcsomagot kapni, 500 millió forint értékben. Meddig tart ez a sorozat, mikorra fut ki, és lesz esetleg folytatás akár más formában is? Ez a programsorozat ez év végén végére kifut, tehát le fog zárulni. Hogy lesz a folytatása, azt még nem tudjuk. Mi bízunk benne, hogy lesz rá forrás, hogy jövőre is tudjon ez a sorozat futni és folytatódni. Egyébként mi volt a tapasztalat, a gyerekek mennyire kíváncsiak a különböző sportágakra és azok képviselőire, hiszen még mindig el lehet mondani, hogy egy-egy olimpiai bajnok, egy világbajnok széles közélemény körében ismert. Az volt a tapasztalat, hogy a gyerekek befogadóak voltak, minden sportágat nagy szeretettel próbáltak ki, legyen az akár a mediball, ami esetleg nem annyira ismert, mint a kézilabda vagy a kosárlabda. Mindenhol mosoly volt a gyerekek arcán, és jól eső érzés volt azt látni, hogy nap végére elfáradtak ezeken az eseményeken, és leizzadt mindenki. Tehát élvezték a gyerekek az eseményeket. A magyar-angol kétanyelvű általános iskola az otthont a Sport legyen a tiéd nyírbátori rendezvények, miért éppen erre az intézményre esett a választás, magyarul mennyire sportos ez az iskola? Ez az iskola egy hagyományt visz, ugyanis ez testnevelés tagozat általános iskola volt, de amikor a testnevelés tagozat megszűnt, mi megőriztük azokat az értékeket, amik ezzel jártak. Ugye jelentős csapataink vannak kézilabda, utánpótlásból, labdarúgásból, atlétikából. Az infrastruktúránk az adott, mint ahogy látszik, ez a szuper csarnok is a rendelkezésünkre áll. Az iskolának 800 tanulója van, ebből legalább 400-500 gyerek szinte rendszeres sportolója a város sportegyesületeinek. Mennyire nehéz a gyerekeket elcsábítani bármelyik sportákhoz? Nagyon nagy versenytársaink vannak, ilyen, mint számítógép és a televízió. Mindent elkövetünk, hogy kiskorban hozzászokassuk a gyerekeket ahhoz, hogy a mozgás az ő számára egy nagyon fontos érték legyen a későbbiek során is. A mindennapos testnevelés és a szakkörök, valamint a sportági specializációknak a nevelése folytán minél több gyereket próbálunk bevonni a rendszeres mozgásba. Úgy néz ki, hogy elég sikeresek vagyunk. Nem azt mondom, hogy nagyon könnyű a helyzetünk. Egy adott ideig, talán a tanítási idő után ilyen 4-5-ig talán, de utána már nem nagyon tudjuk bevonni a gyerekeket az intézményi sport szakkörökben. Ha a sportversenyágát nézzük, milyen eredményekkel büszkélkedhetnek? Országos döntős eredményeink vannak, kimagaslik az atlétika eredményeink, valamint labdarúgásból érünk el még jelentős sikereket. Ez a program sorozat azzal is együtt jár, hogy az intézmények különböző sporteszközöket kapnak. Milyen sporteszközökkel gazdagodik az iskolájuk? Az iskolánk 5 asztala, egy adogatógéppel és rengeteg ütővel és labdával.
Azért büszkén elmondhatjuk azt, hogy Majoros Bence, ami tanítványunk volt, tehát ebből az iskolából került ki, aki most az európai bajnok top 12-ben benne van, valamint van egy nagyon tehetséges gyerekünk, a Tölgyes kislány, aki reményeink alapján a Majoros Bence utódja lesz hírnévbe és sport sikerekbe. Az elmúlt év eredményei alapján az ország 150 sportlövész egyesülete közül a 8. helyen zárt a Nyíregyházi Polgári Lövész Egyesület, amelyben jelenleg is 100 fiatal versenyez. Úgy gondolom, hogy nagyon szépen fejlődik a Nyíregyházi Polgári Lövész Egyesület, jelenleg közel majdnem 100 tagunk van. Ebből azt tudom mondani, hogy a tagoknak a fele utánpótlás korosztályunk, tehát főleg gyerekekkel tudunk együtt dolgozni. Mivel egy technikai sportról lévén szó, nagyon nehéz megteremteni ennek a feltételeit, de folyamatosan próbáljuk bővíteni a fegyverállományunkat. Milyen forrásból működik az egyesület, hiszen, mint említetted, technikai sportágról is, nem egy olcsó technikai sportágról van szó. Ez nagyon érdekes, mert a Magyar Olimpiai Bizottság természetesen a kiemelt sportágokat támogatja. A múlt évben a 150 sportegyesületből, sportlövész egyesületből a 8. helyet foglaltunk el, ezért a Magyar Olimpiai Bizottság természetesen minket is jutalmazott. Azon kívül, hogy az utánpótlás nevelésével foglalkozunk, nagyon sokrétű a tevékenységünk, beletartoznak a vadászvizsgáztatások, a különböző rendvédelmi szervezeteknek a felügyelete és az ezzel járó fegyveres ügyintézések is. Mennyire nehéz gyerekeket toborozni ebben a sportágban, hiszen más sportágok is emellett is sok más minden elvonja a gyerekek figyelmét magától a sporttól is. Úgy gondolom, hogy nagyon nehéz az, hogy megtaláljuk a megfelelő gyerekeket, illetve azokat a gyerekeket, akik alkalmasak erre a sportágra. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy felhívjuk a figyelmet a lövészetre, hiszen hogyha belegondolunk abba, hogy ez mennyire fejleszti a gyerekek állóképességét, magát a figyelmét és az ezzel járó összpontosítási feladataikat, akkor ez egy nagyon fontos dolog, és ezért próbálunk minél nagyobb és szélesebb körben megkeresni a gyerekeket. Fórián Évától kezdve Babissára, hogy rengeteg olyan sportlövő nőtt itt fel, aki nagyon szép eredményeket ért el világbajnoki címig, olimpiai részvételig jutott, most vannak olyan gyerekek, akik a nyomukba léphetnek. Ezt nagyon szeretném azt mondani, hogy igen, úgy látom, hogy esélyünk is van rá, hogy a 2016-ban Győrben rendezendő Európa-bajnokságra 2 fővel vegyünk részt, tehát nem szeretném előre elszólni, úgyhogy várjuk meg, hogy milyen eredményekkel tudunk szerepelni. Ettől függetlenül ugye már október vége felé járunk, milyen eredmények lehettek ebben az évben büszkék? Több országos bajnoki lövünk is lett, második, harmadik helyen büszkélkedhetünk. Múlt évhez képest úgy gondolom, hogy meg fogjuk duplázni a pontjainkat, az olimpiai pontjainkat, illetve hát mindenféleképpen szeretnénk, hogy az Európa-bajnokságra is tudnánk időt szánni, és tudnánk versenyzőket részt venni, és ami egy nagyon nagy szó Nyíregyháza számára, az, hogy az országos diákolimpia döntőit idén Nyíregyháza rendezheti meg. Ez is azért hozzákapcsolódik ahhoz, hogy nagyon eredményesek vagyunk, és ezért vívtuk ki ezzel a tiszteletet. Azért nevesítsünk mindenképp egy-két olyan fiatalt, akire majd a jövőben figyelnünk kell. Elsősorban azt mondanám, hogy Agárdi Vilmos lenne az egyik nagy tehetségünk. Többek között ott van mellette Vareha Attila, aki már idén az olimpiai reménységek bajnokságán is szerepelt, és Vékony Orsolya, aki úgy szintén országos bajnok volt ebben az évben. Egy picit tovább tekintve az idei esztendőnél, ha minden igaz, jövőre itt edzőtáborozik majd a magyar lövész válogatott egy része, az olimpiára készülő válogatott egy része. Igen, szeptemberben volt egy látogatásunk a Magyar Sportlövők Szövetségétől, ahol is a szövetségi kapitány és a főtitkár megnézte a lőterünket. Nagyon tetszett neki az átalakítás, amelyet a Nyíregyháza város ajánlott fel, illetve az ő jóvoltokból jöhetett létre ez az átalakítás, és a jövőre tekintve megígérték nekünk, hogy a jövő évben a Rio előtti felkészítő edzőtábor a miénk lesz. És akkor még végezetül a Diákolimpia döntő időpontja. A Diákolimpia az november 21-én lesz, mégpedig az Rinyi Ilona kollégiumnak a Tiszavasvári úti kirendeltségében, és minden érdeklődőt nagyon sok szeretettel várunk erre az eseményre. 2 éve döntöttél úgy, hogy versenyszerűen kezdesz lőni. Mi visz rá egy 14 éves fiatal embert, hogy emellett a sportág mellett döntsön? Hát nagy részt az érdeklődés, meg előtte is szerettem még csak lövöldözni, így hobbiból. Szüleimmel, keresztapámmal vadászkodtam, és utána gondoltam, hogy jó lenne ezt sportszerű szintre emelni. Mi az, ami megfogja az embert a lövészetben? Úgy gondolom, hogy ez egy különleges érzés, aki szereti, van egy kis affinitás, az utána hamar itt tud ragadni. Milyen eredményekre lehetsz büszke, hiszen annak ellenére, hogy még 2 évvel ősz már, azért nagyon szép eredményeket tudsz magad mögött.
Hát egy országos bajnok, ki második helyezett légfegyver 10 méteren az ifjúsági korcsoportban, és egy országos bajnoki cím szabadpisztoly 60 méteren. Mit szeretnél elérni ebben a sportágban? Miben gondolkozol a jövőt tekintve? Hát, hogyha a hosszú távú terveim, akkor ki szeretnék jutni az Európa-bajnokságra, amit Győrött rendeznek 2016-ban. Rövid távú céljaim pedig a Hungarian Open-en való eredményes részvétel. Egy pontot szerezve 7-1-es vereséget szenvedett a bajnoki címvédő Szegedtől a Nyíregyházi Teke Klub együttese a Szuperliga 6. fordulójában. Az NTK játékosai szombaton Péten lépnek dobóállásba. Rögtön az első sorban a Szlovenszki Tibor ellenfele 654 fával az Ernyesi Róbert egy új pálya csúcsot ütött, míg mellette a Karsai László, aki szintén világbajnok, többszörös világbajnok, 4 fára közelítette meg a korábbi pálya csúcsot, úgyhogy már ekkor látszódott, hogy valami van a levegőben ezzel a szegedi csapattal, és igencsak komolyan veszik ezt a találkozót. Hát már mondom is, hogy az első párban hiába játszottunk egészen jól önmagunkhoz képest, még 170 fás hátrányba kerültünk, azonban a középső sorban szerencsénkre egy világbajnokuk nem tudott eljönni, a Szegedi Tiborra gondolok, és a helyette játszó játékos ellen Ráski Jancsi csupán 4 fával, de kellemes meglepetésre hozta számunkra a csapatpontot, ami már rögtön a második párosnál a becsületpontunkat jelentette. Már ekkor tudtuk, hogy maximális elvárásainknak megfelel a csapat, azonban még a végjátékra voltak izgalmak. No, nem fa lefaragásban, hanem egyes párharcokban, ugyanis a Hakker Dezsőnek csupán 14 fán múlott az, hogy a korábbi országos bajnokkal szemben pontot raboljon, míg nekem a 7-szeres világbajnokkal szemben 2 szetpontot sikerült megnyerni. Nem, úgyhogy már ezek az apróságok is önmagukban nekünk nagyszerű dolgok voltak, és úgy gondolom, hogy a jövő meccsére nézve ezek mindenképpen biztató előjelek már most. Letudtátok a 4 mérkőzésből álló sorozatot, amelyben, mint mondtad, nem nagyon volt, meg nem is volt esélyetek pontszerzésre. Következek azok a meccsek, amelyeket meg kell nyerni. A hétvégén mindjárt Pétre utaztok, tabellán mögöttetek lévő csapathoz, milyen esélyekkel? A Pét végül is otthon bárkire veszélyes. A tavalyi bajnokságot nézve 2-szer sikerült náluk diadalmaskodnunk, illetve a hazai pályán is mindkétszer megvertük őket, úgyhogy azt lehet mondani, hogy 4-ből 4-et eddig mi nyertünk. Nagyon bízom benne, hogy ez a sorozat nem fog most sem megszakadni. Én úgy gondolom, hogy a csapat most már kellően felpörgött ezeken a tét nélküli számunkra, tét nélkül, de mégis nagyszerű mérkőzéseken. Még a PT-eknál már hazai pályán látszik, hogy egyre jobban és jobban jönnek fel. Azonban úgy gondolom, hogy mindenképpen abszolút 3 esélyes lesz majd ez az idegenbeli találkozó, és hogyha a hazai óriási több százas szurkolótábort nem hagyjuk kibontakozni, akkor úgy gondolom, hogy miénk lehet a győzelem, és bízunk benne, hogy a fiúk oda teszik majd magukat, és valóban 2 ponttal tudunk ismételten hazajönni Nyíregyházára. Több gólzáporos meccset is játszottak a labdarúgó megyei első osztály 10. fordulójában. A listavezető Ibrány 10-re verte a Kemecsét, és ugyanilyen eredménnyel zárult a Sényű Gyulaháza találkozó is. Egy futballmeccsen viszonylag ritka a 11-es végeredmény, a 10. fordulóban 2 született, az egyik a Sényű Gyulaháza mérkőzésen. Mi kellett ahhoz, hogy ennyire kijön nektek a lépés? A jó játék mellett egy kis szerencse mindenféleképpen, hiszen már a 10. percben talán 3-0 volt, tehát ez rögtön az első 3 helyzetünket értékesíteni tudtuk, majd ezt követően nyilván már az ellenfél is kicsit feladta, és utána sorra alakítottuk ki a helyzeteket, úgyhogy így összességében azt mondom, hogy volt ebben a meccsben 9 gólos különbség. Ettől függetlenül a Gyulaháza nem rossz eredményekkel érkezett hozzátok, mire számítottatok a meccs előtt? Már volt azért több győzelmük, tudtuk, arra számítottunk, hogy egy zárkózottan védekező, kemény ellenfél ellen lesz dolgunk. Valóban így is volt, tehát abszolút visszazártak, és próbáltak védekezésből gyors kontrákat vezetni. Csak mivel mondom még egyszer, hogy az első pár percben gyorsan be tudtunk találni, így borult nyilván az ő elképzelésük is, muszáj volt jobban kitámadniuk, ami aztán még inkább odáig vezetett, hogy még több gólt tudtunk rúgni nekik. Nagyon jól kezdtétek a bajnokságot, aztán volt egy kisebb hullámvölgy, most megint jól szerepeltek. Mi volt egyiknek azok, ami volt a másiknak, magyarul annak, hogy kútba kerültetek, és miért lábaltatok ki belőle?
Én inkább azt mondanám, ez a kút eredményességre tekintetében mondhatnám kútnak, játékban nem. Én úgy gondolom most is, hogy minden meccsen, amit eddig lejátszottunk, mindenkinél sokkal jobb játékot nyújtottunk, sokkal jobbak voltunk, csak még rutintalan, összeszokatlan a csapatunk, és ezért sokszor akár fejetlenül is próbálunk előre menni a győzelembe, és néhány esetben ez megbosszulta magát. Egy-egy gyors ellentámadásból el tudtuk veszíteni három mérkőzésünket is. De úgy gondolom, hogy ezen az úton kell tovább mennünk, hiszen játékban még egyszer mondom, szerintem eddig mindenkinél jobbak voltunk, és az esetek többségében ez eredményességben is párosult. Mondom, ezt a pár esetet leszámítva. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezt fogjuk tovább nyújtani, és még jobban egy csapattá fogunk érni, és összeszokunk, és nem fejetlenül fogunk csak előre menni, hanem szervezetten, akkor nem lesz gond a továbbiakban sem. A hétvégén az a Kemecsihez utazok, amelyik a másik 11-es eredményt hozó mérkőzés szenvedő alanya volt. Milyen mese számítasz? Biztos vagyok benne, hogy ők sem fognak nekünk rontani, hazai pályán be fognak állni szerintem védekezni, és megpróbálják tördelni a játékot, elrontani a mi futballunkat. Én bízok benne, hogy megint az elején értékesíteni tudunk egy helyzetet, és akkor utána úgy gondolom, hogy az is sima meccs lehet, de még egyszer mondom, hogy nagyon oda kell lesz figyelnünk erre a mérkőzésre is. A tabella élén a 25 pontos Ibránnyal megelőzve a 23 pontos Nagyecsedet és a 21 pontos Tuzsért. A 19 pontos Sényőt az egyaránt 18 pontos Nyír Gyula és Mándok követi. A Tiszakanyának 17, a Szakóinak 16, a Tiszavasvárinak 13 pontja van. Három csapat, a Máté Szarka, a Baktaló Rendháza és a Fehérgyarma 12 pontot gyűjtött. A 10 pontos Gyulaháza mögött a 7 pontos Kemecse és a 2 pontos Nagyhalász következik a sorban, amelyet a még mindig pont nélküli Tiszalök zár. A 11. forduló párosítása következik. Tiszalök Máté Szalka, Nyír Gyulaj Baktaló Rendháza, Kemecse Sényű, Nagyecsed Mándok, Nagyhalász Tiszavasvári, Tiszakanyár Ibrány, Gyulaháza Szakoly és Fehérgyarmat Tuzsér. 10 fordulót követően is 100%-os a megyei másodosztályban a balkányi futballcsapat. Mirgai László együttese legutóbb Nyírvasváriban győzött 3-1-re. Nagyon nehéz mérkőzés volt, nagyon feltüzelte a kolléga a csapatát, és hát ami feltűnő volt, hogy az első fél időben csak lábra ment a hazai csapat. Kés csoda, hogy nem lett súlyosabb sérülések, de én szerintem, ha a játékvezető nem ennyire humános, akkor 3-4 embert simán kiállíthatott volna. 10 győztes meccset követően, hogy érzitek, mennyire készülnek rátok, bár most említetted az ellenfelek, hiszen gondolom azért minden csapat fokozott bizonyítási vágya lép pályára Balkány ellen. Így van, nem egyszerű a dolog ilyenkor, hát ugye aki bajnokságot akar nyerni, annak ezzel szembesülni kell, hogy minden csapat őt akarja megverni, ezért is nehéz minden osztályban bajnokságot nyerni. A mi feladatunk is az, hogy ezekre felkészüljünk, hiszen azok a csapatok, akik esetleg 6-7 mérkőzésen keresztül sem nyernek, ellenünk biztos, hogy a legjobb formájukat adják. Hát én azt gondolom, hogy eddig a csapat ezt jól kivédte. A rangadókat is megnyertük, hát rangadónak mondható volt igazság szerint a leveleki mérkőzésünk, illetve a Rakam az elleni hazai győzelmünk. Aztán most Kóta ellen játszunk hétvégén egy nagyon nagy rangadót, hiszen ők a harmadikok 6 ponttal vannak mögöttünk, tehát most nekik ez az utolsó esélyük, mi nekünk pedig egy lehetőség arra, hogy elhúzzunk 9 pontra tőlük, és hát utána pedig menjünk Újfehértóra, ahol köztudott, hogy nagyon nehéz nyerni, tehát azt gondolom, hogy ez a két mérkőzésen, ha túl lennénk győztesen, akkor nagyon nagy eséllyel fejezhetnénk be a bajnokságot akár 100%-osan is. Nagyon jó a csapat gólkülönbség, hiszen meccsenként átlagban több mint 4 gólt lőttetek, és viszont mindössze 2 kaptatok. Minek köszönhető ez? Hát azt gondolom annak, hogy nagyon sok rutinos futballistán van, aki tulajdonképpen sokan már lebecsülték őket, hogy hát mit akarok én 35 meg 40 éves futballistákkal. Ebbe az osztályba ők még nagyon-nagyon meghatározóak, ezt bebizonyították a fiatal Rakamaz ellen is. Tudnak küzdeni, jó mentalitásúak, olvassák a játékot. Tehát én azt gondolom, hogy ha csak azt mondom, hogy az Igor Bogdanovics, a Hortó, a Darupista, a Szabó Peti, a Lakatos Tomi, tehát itt ezek meghatározzák a csapatjátékát és a védekezésünket is, és hát nagy valószínűséggel ezért is kapunk ilyen kevés gólt. Beszélj még néhány szót a hétvégi meccsről, milyen ellenfél és milyen meccsre számítasz? Kóta egy nagyon nehéz ellenfél lesz, egy kicsit rapszolikus a csapat, de van 3 afrikai játékosuk, akikről nagyon sok jót hallottam,
és egyébként is egy küzdőcsapat. A Csoma Dezső kollégám az biztos vagyok benne, hogy jól feltüzeli őket, úgyhogy egy nehéz mérkőzésre számítok. Hát nagyon remélem, hogy a fiúk ugyanúgy, mint rakom az ellen, oda teszik magukat, és behozzuk ezt a meccset. Ennyi fért a mai sportszeletben, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!